első gólnál te hogy érezted? Mi úgy láttuk, hogy les volt a pályán, azt hogy érezted és hogy élted meg azt a szituációt? Az egy nagyon gyorsan lefolyt akció volt, igazából jobbra-balra pattogott ott az én oldalon a labda, és utána jött egy keresztlabda. Visszanéztük, és az igazság, hogy szerintünk les volt. Most ez már sajnos nem változtat a mi oldalunkon semmit, csak ez pekhes, hogy részünkről ilyenkor nincs VAR, de amikor meg nekünk van egy ilyen szituációnk, akkor természetesen van, és elveszik a gólt. Volt egy kontrájuk, amit elég jól végvittek, aztán hát elég szerencsétlenül pattant a labda, mire felfogtam, már hálóban volt a labda, úgyhogy igazából nagyon pekhesnek mondhatjuk ezt a gólt. A másik fél időt nagyon jól kezdtük, de az első fél időben is megvoltak a lehetőségeink, ugyanúgy, ahogy az ottani meccsen is megvoltak a lehetőségek. Egy picivel több koncentráció és hit szerintem az átlendített volna minket, és akkor előbb találunk be, és ha előbb betálunk, akkor már csomásnak a képe. Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, és nem tudtunk csak egy gólt szerezni. Nem tudom, hogy mi volt ennek az oka. Nyilván ki fogjuk elemezni, gyakorolni fogjuk ezeket a támadásbefejezéseket, de igazából a meccs, ahol be kell rúgni a gólokat az edzésen, és hát ez azért most nagyon hiányzott. Tovább szerettünk volna menni, örömet akartunk szerezni a szurkolóknak is, illetve magunknak is, stábnak is, mindenkinek, aki értünk dolgozik. Ez most sajnos nem jött össze, de azon fogunk dolgozni, hogy jövőre is ott legyünk az európai parondon. És a saját teljesítményedet, hogy értéked? Ugye ezt a vezetőedző is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy nagyon örül különlete teljesítményednek, hiszen 2-3 nagy bravúrt is bemutattál a meccsen. Te hogy érezted magad a pályán, hogy érzed? Hogy jól éreztem magam az elejétől kezdve, komfortos volt nagyon. Örülök, hogy végre a pályán voltam, meg szerettem volna megmutatni, hogy számíthatnak rám, akár első számkapusként is. Úgyhogy majd a mester eldönti, hogy akár hétvégén is, hogy mi lesz. És hogy ezzel a teljesítménnyel berekedtetted magad a kapuba, ott lesz az MTK ellen? Hát ezt azért végén nem mondhatjuk ki, az ő döntése lesz, elfogadom, ha nem, azt is, ha igen nyilván, úgyhogy én dolgozok ugyanúgy keményen, ahogy eddig. Ez, bocs, mennyire nehéz szituáció egyébként számodra, hogy volt egy Demjén Patrik, most van egy Senko Zsombor. Hát igen, a Patya azért az egy különleges eset volt, hogy már itt volt, amikor ideigazoltam, folyamatosan nagyon jó teljesítmény nyújtott a válogatottba is, bekerült, úgyhogy nyilván nem volt egyszerű. A Zsombi meg úgy gondolom, egy fiatal kapus, tehetséges kapus, 20 éves, előtt áll még a pályafutása, hát meglátjuk. A hangulat persze természetesen felfokozott volt, mivel tudtuk, hogy nagy a tét, és tényleg mindenképpen tovább akartunk menni, annak ellenére, hogy egy nullát kikaptunk, és azt kell mondjam, hogy annyira a játékvezetők semmi oldalunkon voltak, ezen a meccsen sem, meg az előzőn sem. Már most is elhangzott az öltözőbe, hogy jövőre szeretnénk ugyanúgy eljutni ide, ha nem is a Magyar Kupán, akkor a bajnokságban olyan eredményt elérni, ahol tudunk indulni jövőre. Hát azért nagyon, nagyon nehéz ez, akár a Magyar Kupát megnyerni, akár a bajnokság, hiszen olyan kélezett ez a 12 csapatos bajnokság, de hát ezért küzdünk, és szerintem a mai meccsen megmutattuk, hogy azért van bennünk harc szellem, és tudunk küzdeni még akár 2-0-ás hátrányból is. Most sajnos 3 vereség van mögöttünk, annak ellenére, hogy szerintem jól játszik a csapat. Tényleg a helyzet kihasználásunkon fog múlni az most is hétvégén, hogy az MTK ellen tudunk nyerni, vagy nem. És ez egy nagyon fontos mérkőzés lesz, hiszen most már magunknak is önbizalmat kell hozni, illetve a szurkolóknak is kell egy kis örömet okozni ezzel. Hát azért nyilván szomorúak vagyunk, mert azért szerettünk volna tovább jutni, de egy magasabb rangsort csapat ellen estünk ki, szóval nincs szégyenkezni valónk. Mostantól tényleg csak a bajnokság van előttünk, úgyhogy ott szeretnénk bizonyítani, hogy ott a helyünk az első 6-ba, úgyhogy ezért fogunk küzdeni.